Találd ki az IFC-s vagy FIFA-s lapot, játsszál te is otthon, és a kommentek közt írd le, hogy mennyit találtál ki. FIFA 17-es edition, az nem lesz más, mint a Kolarov, ugye? Igen, Kolarov, oké, és megállítom közben itt, hogy ne menjen el, az a piscsek lesz, hogyha jól tudom. Nagyon jó eddig, easy, easy, az a Glick, vagy hogy hívták, ugye? Amúgy ilyen régi FIFA-kra visszamenni érdekes. Hüntelár? Hüntelár, nagyon jó, nagyon jó. Elég könnyű amúgy, az a Medel. Medel, igen, igen. Majdnem mondtam a Vidal, de Medel lett belőle. Az a Jesus Navas szerintem. Jesus Navas, ugye? Vitolo! Hoppá, egy hibánk lett. FIFA 15-ös! Az ki volt? A Dumbia volt, igen, igen, a Dumbia, Dumbia. Lemaradtam, meg kéne állítanunk. Az nem lesz más, mint a... spanyol arzenálos left mid. Cazorla? Cazorla, jaja. Oké, és... az a Koscielny. Koscielny. A... Aston Villa... Ashley Young. Richardson, Jézus Mária. Ben Arfát, ezt meg nem sikerült időben eltalálni. FIFA 17-es SBC. Oké. Okay. Az a Suárez amúgy. Ezek a régi Liga SBC-k mennyire voltak jók. Olyan jó lenne, ha visszajönnének ezek a rendes Liga SBC-k, ahol ugye lehetett 20 csapatot kellett ugye egy ligába belerakni. Csapatokból külön játékosokat, meg ugye a végén voltak ilyen játékosok, vagy ugye nagyobb pekkek. Következő, ez a Vidal lesz. Igen, nagyon-nagyon jó. Az a Payet. Payet. Az a Coutinho, vagy a Douglas Costa, azaz, nem Coutinho. Az pedig a... az a Gerard Berry, vagy hogy hívják? Jaj, de jó. Chadli. Jézusom, azt lehet kicsit találtam volna, nem volt elég időmre. Na, egy kis FIFA 21-es Team of the Season, az ugye Bruno Fernandes volt az egyszerű. Ez ugye Trippier lesz még az Atletico Madridból. Megyünk tovább a Rodrira. Ugye, most is van idén is neki Team of the Season, de még mindig az egyik legjobb lap ez a Folland lesz szerintem. Jaj, Kevin Folland. Az pedig a Hulk, nem, Oscar nem Hulk, nem a Hulk lesz, hanem az Oscar. FIFA 23-as Team of the Season, ez a legegyszerűbb, Modric, ez már most volt ugye. Ez a Barella lesz, ugyebár az nem lesz más, mint a Bergwijn, igen, nagyon jó. Az a Jonathan David, igen, a jó kis szemüveges Dynamic Image-jel, az a Jota, ugye? Az a Jota lesz. Yeah, yeah. FIFA 23-as Future Star, azaz Alvarez volt az egyszerű, mindig az első, ez mindig egyszerű, ez a Musiala, nagyon egyszerű ez is. Ott van a Mudrik, Mikhailo Mudrik, utána érkezik egy Vieira, igen, Fabio Vieira volt, igen. Utána az a Deketeler, igen. De jó. Scream! Írjátok meg kommentbe, srácok, hogy nektek melyik promó hiányzik a legjobban a régi FIFA-kból. Ott volt a Footmass, ugye a Scream, meg nagyon-nagyon sok más is. Az a... Diego Costa? Amúgy. 99 pace, 99 shooting. Jelzik meg, hogy a lapoknak az volt a lényegük, hogy kettős adjuk, 99-es volt mindig. A jó kis Busquets, de hiányzik ez a lap. A Barcelonából. Nem is a lap hiányzik, hanem az ember inkább. A Shaqiri. Jaja, Shaqiri. Utána... ki ez? Az a... nem a Welbeck, ugye? Dini! Az meg a Blind. Igen. Utána... az... talán az az Ampadu lesz. Jó kis hajával. FIFA 15-ös Team of the Season. Fabregasszal kezdünk.
De nézzétek meg ezeket a lapokat, a Team of the Season volt, most nézzétek meg egy Team of the Season-t, meg nézzétek meg régen egy Team of the Season-t, egy 70-es statjaik voltak. Jihúj. Tehát na, érkezik nekünk egy... Lyonos francia csata, Lacazette. Oh. Végig ugye, most így hirtelen nem tudtam, mert ugye a Lacazette volt az Arsenalban, a Lacazette volt ugye a Lyonban, meg mint tudom én. Hirtelen nem tudtam, hogy ez a Lacazette lesz. Ez a izé lesz a Lampard. Igen, a Lampard. 50 pace-el Team of the Season. Swansea-s lengyel kapus. Fabianski jut eszembe legelőször, és az is volt, igen. Utána érkezik egy Senegal, az a Dembaba. De jó ilyenekre visszaemlékezni. Ezért szeretek nagyon nosztalgiázni, úgyhogy lehet, hogy lesz ilyen nosztalgikus fifás videó, vagy ugye régi zenéket, meg filmeket, sorozatokat, dolgokat szoktunk így streamekbe beszélgetni, úgyhogy mindenféleképpen, hogyha nem lennél ugye mindenféleképpen, hogy ugye nem lenne feliratkozva a csatornára, akkor iratkozz fel, dobj erre a videóra egy lájkot, hogyha tetszenek ezek a videók, vagy a linkeket megtalálod a leírásban, minden nap majdnem szoktunk streamelni Twitch-en, úgyhogy ha szeretnél beszélgetni, ott is megtalálsz, TikTok linkek is benne vannak a leírásban, meg esetleg, hogyha ezeket szeretnél vásárolni kedvezményekkel, azt is megtaláld a leírásban. A szkvaracskája volt, igen. A szkvaracskája volt. A spanyol Villarreal-os Morales. Most a statok alapján kell, nem a... Most itt nagyon figyelni kell. Az a Petrovic, vagy Pet... Hogy hívják? Igen, Petrovic. Silver lapok. Impossible. Az a... Most volt Future Style lapja, vagy milyen. Hirtelen nem jut eszembe, de valami... Fú, nem is tudom, hogy hívják most így hirtelen. A Brian. Igen, igen. FIFA 21-es játékosok. Az a... Ez a Barella? Igen, a Barella lesz. Utána megyünk tovább, ezzel a Darwin Nunez. Azt a mindenit, hol... Úristen, micsoda lap. Micsoda lap. Ez a Kamavinga lesz, nem? Wow. Wow. Érdekes így belegondolni ezekbe a lapokba. FIFA 21. Az Frank. Az ugye nem a Franky de Jong. Gravenberch. Nem, a Franky de Jong itt már izé Future Star lapot kapott, meg ilyenek lap voltak neki, nem? Úgyhogy ezt elrontottuk. FIFA 18-as lapok. Hát az a Grimaldo lesz, igen. Mit megynek most a Bayern Leverkusenbe, atya úristen? Hát az a Bayern Leverkusen csapat, ott nem egy ember húzza a csapatot, nyilván vannak jó játékosok, akik így kiemelkedőek, de az a csapat nem tud kikapni. Kíváncsi vagyok, hogy ebben a szezonban ki fognak elkapni, mert mindig azt csinálják, hogy akármennyire állnak is kikapásra, az a csapat a végén vagy döntetlen játszik, vagy nyer. Most is ugye múltkor 2-0-ra kikapásra álltak, 2-2 lett a vége az utolsó 97. perc, vagy hányadik percben. Az a Anthony Lopez, szerintem. Anthony Lopez? Írjátok meg kommentben, mert nem tudom hirtelen, de Lopez, igen. Az ugye nem az Ødegaard. Wow! És akkor mondja meg nekem valaki azt, hogy miért van ennek a lapnak 4 vígfutja, mikor a FIFA vagy az EFC-ben jelenleg meg 2 van neki. Hogy veszítette el 2 vígfutat? Az meg a Murillo, jaj, el is felejtettem, hogy ez az ember lét. Nem a Murillo. Jerimina. Jerimina. A Murillo is kolumbiai, nem? Az is játszott a Barcelonába egy évig körülbelül. Megyünk az időbe vissza, FIFA 14. Az egy Nasri lesz szerintem. Ezt az emberről is elfelejtkeztem nagyon. Azt is egy nagyon jó téma, amiről szoktunk beszélgetni, hogy kik érdemelnének meg ugye hírólapokat, ikonlapokat a játékba, akiknek ugye most jelenleg nincsen. Vagy olyanokról is szoktunk beszélni, hogy kik az olyan
jobb játékosok, akiket így elfelejtettünk így az idő folyamán. Francia tatanemes CB. Kabul. Életemben nem találtam volna ki. Az meg a... Az a Guarin? Wow. De jó. Az meg legyen az a Bent. Nem, Agbonlaur. FIFA 17-es Special Card Edition. Ez nyilván a Player of the Month, vagy milyen Son. Igen. Ez egyszerű. Az a Dele Alli lesz. Utána érkezik egy Volkot, talán. 97 pace-szel elég egyértelmű volt. Aztán egy... Ez a Scream. Nem, ez a Movember. Azt is elfelejtettem, azt a promót. És az a Bellarabi, ugye? Igen, Bellarabi. Utána az egy Screames. Aduriz. Aritz. Aduriz. Na, hát ezt nem fogom tudni. FIFA 12-es lapok. Az a Gareth Bale. Talán. Azt még a tatanámba. Utána érkezni fog egy angol Chelsea is, az a Cole. Ugye ezeknek a lapoknak, a Gareth Bale-nek is adnék ikont is, hírót is, akármit, inkább ikont. Meg ugye Cole már. Ikon, ez meg a Park Jisung. És aki ugye most jelenleg is híró. Az a Malcolm. Nem Malcolm, hanem Maicon, igen. Majdnem sikerült eltalálni. Francia... Chelsea is, left wing. Miért nem jut eszembe senki jelenleg? Maluda! FIFA 17-es játékosok. Az a Hazard. A Hazard is. Ezeket mindegyet írjátok meg komment, vagy a Bale mit érdemel szerintetek, a Hazard mit érdemel. A Hazard... Nem tudom, a Hazard érdemelne ikont, a Bale-nek adnék ikont, a Hazardnak meg talán adnék ikont, de inkább hírót lehet. Úgyhogy ez a Hazard volt. Ez a James Rodriguez, Jézusom, az az ember is. De hiányzik amúgy. Utána az a Draxler. Igen, a Draxler. Ez meg nagyon nehéz, ez a... Ez a Banega? Interes Banega. Még lehetetlen. Castro. Ott a Castro. Ott is van a Castro. Akartam mondani Emre Csánt meg ilyeneket, de ott a Castro. Még egy FIFA 17-es kiadás. Az a Mesut Özil lesz. Az 100%, igen. Özilnek mit adnék az Özilnek? Özilnek is inkább hírót adnék talán. Már mondjuk... Lehet, hogy hülyeséget mondok most. Az egy Ugo Lloris. Az egy... Az a Werner? Még 77-es, jaj. Az a Delufeu? Ugye ő is volt barcelonás. Az a... Mondok egy Dalot. Nem, Ricardo Pereira. Most hol játszik a Ricardo Pereira? Leicester City-ben? Vagy már nem ott van? Azt miért emlékszik? Az a Sherry. Erre vagyok nagyon kíváncsi, srácok, hogy ezeket itt tudjátok-e, ezeket a lapokat. Az utolsó játékosunkat ebbe a videóba most ti nektek kell kitalálni kommentbe. Írjátok meg kommentbe, szerintetek ez a játékos itt mellettem kicsoda. És hogyha tetszett ez a videó, akkor dobjatok egy lájkot, iratkozzatok fel a csatornára, hogyha nem lennétek még. Hasonló videókra lehet számítani a jövőben, hogyha tetszenek nektek ezek. Találkozunk legközelebb. Sziasztok!